Az idei pedagógus napon Kozák Ferencné a Kengyeri Napsugár Művészeti és Modellovoda vezetője kapott, Brunswick Derész díjat. Minek köszönheti ezt a rendkívül magas állami elismerést? Gyerekkorom óta pedagógus szerettem volna lenni. Az, hogy pedagógus arra nem gondoltam így konkrétan, de mindenféleképpen gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, amikor pályát választok. Amikor 1975-ben ez megadatott, akkor nagyon nagy örömmel töltött el, hogy bekerültem az óvodai közösségbe, ahol volt óvónőmmel, Lovász Mátyás néval kerültem egy csoportba. Az ő délutánosa voltam, és tőle nagyon sokat tanultam szakmailag, emberileg. A másik, ami az pályámon elindított, az édesanyám szava, ami az volt, hogy gyerekem, ha ezt a pályát választod, akkor tud azt, hogy bármilyen is rossz is az a gyerek, vagy bármilyen ö, sérült, akkor is az a szülőnek a gyereke, és ha megsérted a gyereket, akkor a szülőt is megsérted. Ez a motto az egész életem során végig kísért, és azt gondolom, hogy a szülők szeretetében és a gyermekek szeretetében én ezt maximálisan mindig éreztem a pályámon. Ö, a mai napokban már olyan gyerekek járnak hozzánk óvodába, akiknek a szülei hozzám jártak, és tényleg minden segítséget és szeretetet megkapok tőlük. A pályámon sok olyan ember volt, aki segített mint már említettem, Lovász Mátyásné Piroska óvó Magyar Imréné Magdi óvónéni, akiknek nagyon sokat köszönhetek, hogy szakmailag idáig eljutottam. Az óvoda munkatársai közül ketten is kaptak még elismeréseket. Ennyire jó a csapat munka? Az intézményünkben kilenc óvónő, velem együtt kilenc óvónő dolgozik. Szakmailag nagyon képzettek és nagyon jól végzik a feladatukat. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy immár el kellene, hogy ismerjük ezt a magasfokú szakmai munkát, és ezért ebben a nevelési évben Kecskés Nitúri Marianna és Körmöndini Csatári Ildikó személyében miniszter elismerő oklevélnek az átadására került sor. Többi óvónő kollégám is nagyon magas fokon műveli a szakmáját, hiszen mindenkit egyszerre nem lehet kitüntetni a jövőben, erre nagyon oda kell figyelni, hogy ők is megkapják a méltó elismerést. Mennyire segíti a munkát, hogy ön egyben alpolgármester is? Én úgy gondolom, hogy ez egy szerencsés egybeesés, hiszen mint képviselő, meg alpolgár képviselő már 40 éve vagyok a közéletében. Mint alpolgármester a második ciklusban töltöm ebbe ezt a posztot vagy beosztást, nem tudom, hogy minek nevezzem. Én azt gondolom, hogy ez a óvoda munkáját nem hátráltatja, és inkább segít abban, hogy azokat a anyagi jellegű dolgokat, amiknek az óvodának, amire az óvodának szüksége van. Egy picit jobban meg tudom beszélni a önkormányzat vezetésével. Elmondhatom, hogy azon túl is nagyon jó, főleg a pénzügyes kollégával és hát a polgármester úrral maximálisan tudunk együtt dolgozni.